Móricz Zsigmond, hét krajcár. Jó rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, amikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot, a sósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én a jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem pár esztendejében. Hogy is kacagnék, amikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy könycsorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint amikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kellett nyúlni, s mindjárt van terülj asztalkám. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat, kutat benne, tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, mindent szétkotort, és egyszerre csak azt mondja nagy bámulva. Elbújtak. Mi csodák? A pénzecskék szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot? Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Húncut, húncut, krajcárkák! Legugolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint amikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt is vannak. Benne vannak. Nevedgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Legugoltam a földre, úgy lestem, nem búvikéki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi, tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzá nyúltam a fenekével felfordult fiókhoz. Pszt! Ijesztett rám az anyám. Csendesen, még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul, de még hogy gurul? Jobbra-barra döltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint nyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, és én megijedtem. Úgy kaptam vissza az ujjom, mintha sparherthez volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? addig a miénk, amíg itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok. Ahhoz szappan kell. Szappanra legkevesebb hét krajcár kell. kevesebbér nem adnak. Nekem már van három. Még kell négy. Az itt van ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják. Mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csinyán kell vele bánni. Tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga helyból. Hányat kacagtunk egy csacsogás közben? Tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Én rá is kezdtem a verset. Pénzbácsi gyereki, ég a házad ide ki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatt a százféle szemét, csak pénz, az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen, ha arra borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, és beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahová valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem fúrta valami az ódalamat. anyám, én tudok egy helyet, ahon van krajcár. Hol, fiam? keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, be jó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, és mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvege már régen, de a fiókjába ott voltak rajcár, ahol én tudtam. Három nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem értem. Pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt ismertem volna. No, van már négy krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már csak három kell. Osztán, ha ezt a négyet megkerestük egy óra alatt, azt a hármat is megleljük uzsonnáig. Hiszen, ha minden fiókba lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett de nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók. Volt. Ennek sose volt semmie. E meg mindig hitelbül élt. No te rossz, nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi no neked ne is legyen. Ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni, Kiáltott a kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk nevettünk be a földre. Megáll csak, szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek, a falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csudák csudája! Ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van. Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. Egy, kettő, három, négy, öt, öt, már csak kettő kell. Mi az, két Krajcár? Semmi! Ahon öt van, ott akad még kettő. Nagy búzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két Krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka. A pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, Ó, én, én szamár! Hát a magam zsebét nem néztem meg. De bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt. A hatodikat. Lázasak lettünk. Most már csak egy kell még. Mutasd csak a te zsebedet is. Hát, ha abban is van. Az én zsebem. Nois, azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi. Behalkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos hat krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel, a szomszédok épp olyan szegények, mint mi, és csak nem kérünk egy krajcárt. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a szomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk egy koldus. Éneklő hangon nagy, síralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom, a fél font szappanhoz hibázik az árából. A koldus, Jámbor arcú öregember rábámult. Egy krajcár? kérdezte. Hát, adok én. No még akkéne, koldustól alamizsnát. Hadd eljányom, nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik, a kap a főd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na hála legyen, szólt az anyám. Szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot-nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Setét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, Öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami melegömlött a kezemre. Vér volt az ő drága, szent vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy szegény emberek között is csak kevés tud. Vége Rajzolta Rogán Miklós és Rogán Miklósné Mesélő Parázsó Mihály